Csík választotta tegnapi kihelyezett ülésének helyszínéül a Hargita Megyei Tanács testülete. Mint ismert, a megyei önkormányzat már évek óta különböző településeken tartja kihelyezett üléseit abból a meggondolásból, hogy így módon még közelebbi képet kaphasson, helyben tájékozódhasson az illető térséget érintő problémákról. Tegnap például egy öt községet érintő derítőállomás befejezésének támogatási lehetőségeiről beszéltek. Az ülés során továbbá pénzt különítettek el több idei programra is, ez szerint az otthongondozási program idei költségvetése 400 ezer lej, 50 ezer lej jut az elszigetelt településeken folytatott szociális tevékenységre, ugyanakkor a összeg a fogyatékkal élők szervezeteivel való együttműködésre, 35 ezer lej a nyugdíjasok egyesületeivel való partnerségre, 69 ezer lejt irányoztak elő Hargita megyének az Európai Unióban és az Európai Régiók közgyűlésében való népszerűsítésére, további 100 ezer lejt pedig a megye turisztikai és kulturális promóciójára. A cél Hargita megye turisztikai fejlesztési stratégiájának gyakorlatba ültetése, a térség bekapcsolása az országos és nemzetközi idegenforgalomba, valamint kiállításokon való részvétel. Elfogadták továbbá a megye 2014-2018 közti időszakra szóló szociális stratégiáját is, amelynek célja a nehéz helyzetben élő Hargita megyei gyermekek, idősek, fogyatékkal élők és más hátrányos helyzetű személyek jogainak tiszteletben tartása és a közvélemény tájékoztatása erről minél szélesebb körben. A stratégia gyakorlatba ültetéséhez szükséges költségeket az Állami, megyei helyi költségvetésből, pályázatokból és adományokból tervezik fedezni. Több tanulmány is kimutatta, hogy a hargita megyei szociális szolgáltató rendszer az országban élen jár. Ezt a pozíciót szeretnék megőrizni és erősíteni, hangzott el az ülésen.